December 1-én 40 éves fennállását ünnepelhette a Kecskeméti Korvin Mátyás Általános Iskola. 40 éve ugyanis társadalmi igény követelte ki az iskola megalapítását, ugyanis annyi gyermek született a 80-as években a város részben, amennyit már az akkori intézmény nem volt képes befogadni. Napjainkban jelenleg 596 tanulója van az iskolának, azonban a befogadó képessége csak 490 fő lenne. A jubileumi időszakot számos programmal is megünnepelték, ennek köszönhetően készültek különleges fogalmazások és rajzpályázatok a tanulóktól, amelyek közül több is bekerült egy jubileumi könyvbe. Nagyon szép fogalmazások születtek és rajzok, amiket bele is foglaltunk egy jubileumi évkönyvbe, ugyanis megszületett a 40 éves jubileumi évkönyvünk is, mintegy 200 oldalas mű. A rajzokat, képeket nem helyeztük, rajzokból csak az első hármat helyeztük el, és QR kóddal hozzáférhetővé tettük a képanyagot, hogy ezzel is a környezetet kíméljük, mert örökös zöld iskola is vagyunk. Az idei évben sem lesz program nélkül a Korvin Mátyás iskola, mivel január 27-én már egy bőrzést szerveznek a leendő iskolásoknak és szüleiknek. Január 27-én lesz egy óvoda iskola bőrzénk, annak idején ugyanis a Korvina óvoda és általános iskola 7 óvodai telephelyel és 4 iskolai telephelyel működött. Később azonban a iskolák államosítás alá kerültek, és így szétváltunk, de ahogy ez a program is mutatja, szakmailag együttműködünk, vannak közös programjaink, és ez a bőrze is egy ilyen közös program lesz. Január 27-én így tehát minden leendő óvodás és iskolás megtekintheti az iskolához köthető további iskolákat, valamint óvodákat is, ahol megismerkedhetnek a pedagógusokkal és az ott zajló nevelési programokkal.